Sziasztok! Csoda szép reggelt kívánok! Ez itt a Zsolt & Zsolt Spirit péntek reggeli magvas gondolatok sorozata, és jön az aktuális rész. Itt vagyunk augusztus, hát lassan közepén. Még nyár van, kicsit már kifele megyünk, de még nyár van, csodálatos idő. Itt kellemes reggeli, hűvösebb idő van, de biztos vagyok, hogy ma is egy hétágra sütő nappal, napocskával, nappal állunk szembe, úgyhogy nagyon klassz reggelünk lesz, meg szép napunk is. Úgyhogy jó reggelt, megvárom még, kicsit összeszednek bennünket, hogy közösen tudjuk kávézni. Jó kis finom kávé. Most egy americano, tehát hosszú kávé, és benne van egy pici mandulatej. Isteni. Szia Lajos, jó reggelt! Szervusz Béla! Szervusz Erzsi! Meglátok az első három dobogost, aki be is jelentkezett, be is írt van, hogy sziasztok, megkapta a kávés bögréket, nagyszerű. Kezdjük a napot, jó? Összefoglaló. Hát egy ilyen kis rövid feladatom van, hogy 1-2-3-4 hétnek a történését kéne összefoglalni. Annyi idő alatt, mint ami 4 hét egyenként volt, hogy ez egy izgalmas feladat. Lifelong learning, élethosszígoló tanulás, de azért megbirkózunk vele. Bízom benne, hogy legalább egy, és bízom benne inkább az összes részt láttad, az élethosszígoló tanulásnak a jellemzőjéről, attribútumról, na ezt jól megmondtam, tehát az alap összetevőjéről, az attribútumokról különben, azokról az alap pillérekről, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy egy élethosszígoló tanulás megvalósuljon, és bízom benne, hogy kaptál egy-két ötletet. Nyomj nekem légy szíves egy egyest, hogyha legalább egy részt láttál ebből a 4 sorozatból. Nyomj nekem egy egyest. Amíg az egyest nyomjátok, hogy ez is az élethosszígoló tanulás része, Laci barátom megkérdezte tőlem, hogy mennyire jó ez a nyomkodás. Nyomj egy egyest, nyomj egy kettest, nyomj egy hármast. Ez egy jó kérdés, ugye ez mennyire jó ez. Én ezt egy tréningen tanultam, megmondom őszintén, és én nagyon élvezem, mert most látom, hogy nyomkodjátok a telefont, mint hogy én is nyomkodom. Óvatosan, valaki esetleg vezet közben, vagy valaki más csinál. Nem tudom, milyen földrészen vagytok éppen, régletebb biztos Angliában, hogy ezt tudom. Úgyhogy nem tudom, ki honnét jelentkezik be. Óvatosan, jó? De nyomkodjatok. Úgyhogy látom, hogy jönnek az egyesek közben. Úgyhogy nyomja nekem egy kettest az, ez most Lacinak szól, aki úgy gondolja, hogy a nyomkodás az egy kicsit bevonja őt a játékba. Jó, nyomni egy kettest, és fogom így a három lábot, nehogy eldőljön a telefon, és nyomkodom a kettest hozzá. Tényleg ott tanultam, és nagyon klassz volt, hogy nyomkodni hozzá a gombokat, jó dolog. Na, hát azért jönnek a kettesek, jó van. Laci, jönnek a kettesek, ez neked szólt. Foglaljuk össze az élethosszígoló tanulást. Tehát látom, nyomtátok az egyest, az azt jelenti, hogy legalább egyet megnézhetek. Nyom nekem egy hármas, légy szíves, hogyha kaptál legalább egy jó gondolatot ebből az eddig tartó 4 részből, ami segített neked valamit. Tehát ugye egy hónapja kezdtük, 4 hét ment le eddig, nyomj egy hármas, hogyha legalább egy olyan ötletet hallottál, amit tudtál használni a gyakorlatban. Segített magadnak, segített másnak, segített a csapatonak, a csapatban dolgozol. Nyom nekem egy hármas, légy szíves, én is nyomkodom a hármast. Képzeljétek el, az egyik legjobb trükk, és az összefoglalásnak ez a része kell, hogy legyen, az egyik legjobb úgymond trükk, amit magaddal szembe tudok javasolni, a magad érdekébe, az a következő. A legjobb tanulás, amikor tanítod. Az a legjobb tanulás. Sok pedagógus barátom van, aki azt mondta, hogy azáltal, hogy felkészült valamiből, megtanulta, ő is megtanulta nyilván, és tudta tanítani. És minél többet tanulta, annál jobban tudott tanítani, és ez egy folyamatos dolog. Úgyhogy amikor én felkészülök egy előadásra, kvázi, hogy megmutassak, megtanítsak valamit, ugyanígy megtanulom én is, és ez egy jó dolog. Úgyhogy ez egy extra, így a lifelong learningben, az élethosszígoló tanulásban, hogy nyugodtan használd ezt a technikát, hogy tanulva, tanítva tanulsz a legjobban. Jó? Nagyon egyszerűen működik. Na menjünk tovább. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az élethosszígoló tanulás, amúgy ez egy alapvető emberi érték, emberi jogot jelent, és akár is nézzük, hát át kell képezzük magunkat. Tehát azt mondom, hogy első szempontból egy olyan technika, egy olyan tapasztalat, egy olyan folyamat, amivel folyamatosan
napra készen tartjuk magunkat. Tehát így, ha csak néhány előnyét tudnám mondani, és néhány fontosságát az élethosszígó a tanácsnak, az egyik az, hogy folyamatosan napra készen tart bennünket. Nyomnak kell, legyen kedves egy négyest az, aki egyetért velem abban, hogy ebben a világban érdemes és kell napi szinten képbe maradnunk a világ változásaival. Nem kell mindent tudnunk, csak fel kell vennünk ennek a világnak a sebességét, tempóját, ha szeretnénk a világgal haladni. Nyom nekem egy négyes, légy szíves. Mondhatnám más nyelven is. El tudod elképzelni azt, hogy megtanulsz egy szakmát, megtanultad annó, 2-3-4-5-10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, és nem képzeld tovább magad benne. És abban a szakmában szeretnél tovább menni, hát ilyen izgalmas kérdések lennének. Tehát kell, jelentően nyomjátok a négyeseket. Jó? De az egyik, képben tart a világgal. Nem mondom még egyszer, hogy mindent tudni kell, egyáltalán nem mondom, csak mindig van olyan dolog, amit érdemes megtanulni. A közösségi médiának hála, az online térnek hála, akár most több országból, több százan, több ezren, egy időben, vagy akár némi csúsztatással, de tudunk egymással kommunikálni. Ez milyen jól működik? Na most ezt meg kellett tanulni. Ezt meg kell tanulni. A másik, a kettes számú, és nyomja egy ötöst, ha egyet értesz vele, hogy mindig lesz valami új, amit érdemes megtanulni. Nyomja egy ötöst. Új az mindig lesz, nem mindent érdemes megtanulni. Én is így vagyok vele. De ötös, és nyomja az ötöst, mindig van olyan új, amit viszont érdemes megtanulni. Én emlékszem, amikor a közösségi médiával elkezdtem tanulgatni 2010-ben, segítséggel létrehoztam egy Facebook fiókot 12 évvel ezelőtt, és elkezdtem tanulgatni, hogy ez hogy és miként működik. Érdemes volt megtanulni? Igen, érdemes volt. És itt jön a hármas pont, amit mondom, új dolog volt, érdemes volt megtanulni, és azonnali sikert értem el vele. Nyom nekem egy hatost, hogyha volt már olyan új dolog, amit megtanultál, és elkezdted használni, és sikert értél vele. Nyom nekem egy hatost. Ami nyomkedjátok a hatosokat, mondom a sztorit. Készett a Facebook fiók, egy rendezvényen voltam, egy életem első posztját betettem, és habár volt egy 9 órás eltérés, 9 órás időzóna eltérés, mondjuk USA és Magyarország között, ahogy feltette a posztot, most figyelj, egy másodperc múlva megjött az első like és üzenet rá. A like az egy másodperc volt, az üzenet az volt 10, mert ugye meg kellett még írni. És ott ültem, a feleségemnek, hogy na, a kommunikációs hézer lement nagyon picire, szinte minimálisra. Úgymond eltűnt. Jó? Úgyhogy képben tart a világgal, mindig van új dolog, amit érdemes megtanulni, és az új dolgot érdemes használni gyakorlatban. Ez volt a hatos, itt tartunk, jó? Tehát képben tart, van új dolog, amit érdemes megtanulni, és érdemes használni gyakorlatban. Negyedik, fogadd el, hogy ez élethosszig tart. Tudom, hogy benne van a nevébe, de ez élethosszig tart. Jó, tehát ne lepődj meg azon, hogyha emellett teszed le a voksodat, hogy mindig lesz új dolog megtanulni. Nyom nekem egy hetest, amikor, hogyha volt olyan érzeted, hogy őszintén, hogy kikerültem már az iskolapadból, jaj, már megint új dolgot megtanulni, jaj, már megint ez, jaj, már megint az, kinek volt ilyen érzete? Én fölteszem a kezem, nekem volt. Jaj, már megint ezt is meg kell tanulni, már megint ez van, nyomd egy hetes nekem. Jó? Aztán rájöttem, hogy oké, de ez olyan dolog, amit én választok, hogy megtanulok. Ez nem megtanultatják velem, nem kényszerből kell megtanulnom, hanem én döntök úgy, hogy megtanulok. Na, és honnantól ezt elengedtem ezt a kérdést? Azt tudod meg, amit én szeretnék. Hú, hetes, nyomkodjátok a heteseket. Jó, ez egy szabad választás. Aztán, amit mindenképpen hozzátennék, és lassan a végére érünk, hogy képzeljétek el, nem csak a brit tudósok, hanem a tudósok nemzetközileg felfedezték azt, hogy a folyamatos tanulás, ez nem azt jelenti, hogy 0-24-ben csak tanulás van, de hogy a folyamatos tanulás az olyan szinten fiziológiai szempontból mozgásban tartja a szervezetet, az agyunkat, hogy
sokkal lassabban öregszik. Micsoda felfedezése. Nyom nekem egy 8-ast. Tudom, jól állnak a ráncok, jól állnak ezek. Én nem erről beszélek, nem a bőrről beszélek, nem a megjelenésről, hanem agyi frissesség. Nyom nekem egy 8-ast, légy szíves, ha szeretnéd az, hogy az agyi frissességed az megmaradjon. Ha esetleg nem olyan jó, akkor visszaálljon és megmaradjon. Nyomj egy 8-as nekem. Hát figyelj, élethosszígoló tanulás. Ebben is tud segíteni. Mennyi előnye van? Úgyhogy ezt a reggelit tudnám folytatni. Nem pont azokat mondtam el nektek, viszont érintettük, amit 4 hét alatt néztünk, de így összefoglalva, megkoronázva az egészet, mind szellemi, mind fizikai, mind érzelmi szempontból kifejezetten tudom javasolni azt, hogy tanulj meg új dolgokat. Nyom nekem egy 9-est, hogyha úgy gondolod, hogy érdemes testileg, lelkileg, szellemileg, érzelmileg egy jó egyensúlyt kialakítani és abban maradni. Hát, költői volt, de nyomom 9-eseket. Az egyik legjobb módja. Én tennap este egy jó nagy kurzusban vagyok benne, jó nagy a kurzus, 6 modul, ez az alap 6 modul, modulunként 5-6 olyan kidolgozós videó, el tudtok képzelni, amik, ha 20-30 perc is a videó, olyan 40-50 percet jelent, mert közben megállok, jönnek a gondolatok, írok, jó vastagfüzettel, ahogy kell. Tony Robbins-szal és Dean Graziosi-val csinálom ezt, ez egy ilyen workshop, és ez a nagyon élvezel. És nem mondom, hogy nem voltam fáradt este, tegnap, de hogy milyen jó esőfáradtság volt. Nyomj egy 10-est, ha szeretnél úgy elfáradni, hogy közben a szellemeddel érzed, hogy jót tettél magaddal, jó dolgot tanultál meg, tudod használni a gyakorlatba, tud működni, és a több, és a több. Nyomj egy 10-est. Keresd magadnak megfelelő tananyagot, keresd magadnak megfelelő környezetet, keresd új dolgot és tanuld meg. Nem kell mindent egyszerre, mindig egy picit, de mindig valami újat tegyél be. Megtanul az újat, amit érdemes, kezd el használni egy gyakorlatba, és ha használod, ismétled, tudjátok, az ismétlés a képesség kialakulásnak az anyukája, tehát ismétled, gyakorlat lesz belőle, és közben tanulj meg valami újat. És azt fogod észrevenni, hogy egy hihetetlen gyorsan változó világban, te képbe vagy a világgal, egyensúlyba vagy, szellemileg friss vagy, jól érzed magad, azok a dolgok, amiket megtanulsz, könnyebbé teszik az életedet, és még ezt az egyensúlyt meg tudod tartani, és ez egy nagyon klassz folyamat. Úgyhogy kívánok neked mindenféle jót a lifelong learningbe, az élethosszígoló tanulásba, hiszen ez egy nagyon klassz feladat, nagyon jó rész. Örök, hogy végigkísértetek velem ebbe a 4+1 hétbe. Jövő héten indul egy új sorozat, nagyon jó lesz. Ez pedig nem más, mint a győztes gondolkodásmód. Nyomj nekem egy 11-est. Ez jó, mi? Egy 1-es-1-est, de az kérdje, nyomj egy 11-est, hogyha érdekel a téma. Jövő hét pénteken kezdünk. A győztes gondolkodásmód. Kibontjuk részletekbe az egészet. Köszönöm a figyelmeteket, csodaszép hétvégét kívánok. Éljen az élethosszígoló tanulás. Sziasztok!